Ebben a videóban egy olyan dologról lesz szó, ami körül óriási félreértés van, mint ahogy általában minden körül a világon, különösen, hogyha az írásról van szó. A legtöbben úgy gondolják, hogy az úgynevezett új szövetség, az a hitről szól, az úgynevezett ószövetség pedig magáról a törvényről. Ezután a videó után azonban mindenki számára nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy Jahua útja mindig is a hitről szólt. Kezdjük is el, és nézzük meg, hogy Saul mit ír a rómaiakhoz írt levelének első fejezetében. A 17-es vers így szól. Mert Elohimnek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Azt mondja, hogy megvan írva ami azt jelenti, hogy valahol ez már elhangzott természetesen a tanákra utal, hiszen az ő idejében nem létezett semmi más. Mindig, amikor írásokról beszélnek, vagy arról, hogy megvan írva, csak is kizárólag a tanákra gondolhatnak, amit ma az emberek többsége ó testamentumként ismer. Nézzük meg, hogy mi az, amiről beszél egyáltalán. 16-os versben elmondja, mert nem szégyellem a másiák jó hírét, Ugye ez evangélium, vagy evangélium jó hír, mert Elohimnek hatalma az, a jó hír, minden hívőnek üdvösségére, a Yahudimnak először, és a Javaninnak, vagy a görögnek utána. Rengetegszer elhangzik a hívő kifejezés már csak ebben a két mondatban is, de egyébként úgy általában az egész Brit Hadesában, vagy a megújult szövetségben nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a hitre, ezért nézzük meg, ebben a videóban ezt fogjuk megnézni, hogy mégis milyen, mi az, amit ők értenek a hit alatt. Ez a szó, hogy hívő, ez piszteó. Erről volt szó már korábban, úgyhogy nem megyek bele. A pisztész kifejezésből ered ez a szó töve, ami annyit tesz, hogy bizalom, meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték, hit hűség, megbízhatóság. Az, hogy ahogyan az ember bízik a teremtőben, ahogy az embernek bizonyosság vagy meggyőződés az, hogy a létezik, ahogyan hisz őben és hűséges. A 17-es versben ugye azt mondja, hogy hitből hitbe, ez a kifejezés hitből, pisztész, ugyanabból a szóból ered, és a hitbe szintén ugyanabból a szótőből származik, ugyanúgy, ahogyan az igaz ember pedig hitből él, szintén pisztész. Ezek szerint a más hiák által közölt jó hír, amit már tisztáztunk, hogy a kezdetektől fogva létezett, ez az a jó hír, amely Elohimnek a hatalma. A hatalom pedig nem más, mint dynamis, mint a dinamit, vagy a dinamo, úgy, mint erő, erő megnyilvánulás, csodatévő erő, képesség, lehetőség, hatalom, jelentés vagy értelem. Dün a szótő, annyit ez, hogy képes valamire, hatalma befolyása van, ér valamit. Arról beszél, hogy ez a jó hír, amit a másiák elhozott, ez Elohimnek az a képessége, hogy az embert eljuttassa az üdvösségre, az üdvösség Természetesen nem más, mint szabadulás, megmenekülés, megmentés, üdvösség egyébként a szotéria kifejezésből származik. Biztonság, oltalomvédelem, épség vagy egészség, őrzés, karbantartás. A szótér szóból ered, amely pedig a zó kifejezésből, ami annyit tesz, hogy megtart, vagy megőriz, megment, kiszabadít biztonságba helyez, meggyógyít, üdvözít, vagy egy ígéretet betart, vagy megtart. Nézzük meg, hogy mi az igazság. Az igazság természetesen nem más, mint Dikai Szüné. Erről már többször volt szó, igazság, jogosság, méltányosság. Dikaios, a szótő, annyit tesz igazságos, jogos vagy méltányos, ami pedig nem más, mint a diké, jog, igazság, ítélet, büntetés vagy bosszú. Ha tovább megyünk, akkor ugye azt mondják, hogy feltehetőleg ebből a szóból származik, idáig nem megyünk el, végig ahogyan haladunk, jog, igazság, ítélet vagy büntetés. Hogyha megnézzük, hogy mi a Héber megfelelője, akkor dabar vagy davar lesz az egyik, ami ugye a tíz dabarim, a 10 parancsolat, például szó, vagy a mispát, úgy mint rendelet, vagy ítélet, ítélettétel, bírósági ügy, vagy döntés, utasítás, rendelet, vagy szabály, jog, előjog, kötelesség. Befejezésül nézzük meg, hogy ki is az igaz ember. Az igaz ember ugye ugyanebből a szóból ered, de az, aki így él, ez csak egészen egyszerűen egy főnév, a diké szóból, mint jog, igazságosság. Nézzük meg az egészet akkor újra ezek tükrében. Tehát, mert nem szégyenlem a másiák jó hírét, ugye ami a kezdetektől fogva volt zsidókhoz négyes, illetve hármas fejezet egyértelművé teszi, mert Elohimnek hatalma az ereje, vagy az erejének a megnyilvánulása, hatalma minden hívőnek, ki az a hívő, az, aki bízik, aki jahuába fekteti a bizadalmát, aki hűséges, az üdvösségére, ami az ő megmentő ereje, vagy megtartó ereje, ahogyan kiment, fenntart minket, ahogyan kiszabadít, vagy megszabadít, először a jahudimnak, majd a görögnek, és ez mind a jó hír, ami megmutatja Jahuát számunkra, Elohimet számunkra, ha megértjük az üzenetet. Ez Elohim igazsága, jogossága olyan értelemben, hogy megmondta, hogy ez lesz, és ahhoz tartja magát, így igaz. Nem a mi absztrakt értelembe vett igazságunk, hogy a mindenkinek a saját igazsága, ő megmondta, hogy ez lesz, és ez a következmény, ahogy láttuk a mi spát, vagy a da bár, ahhoz képest ez az igazság, amit ő megmondott, hogy az lesz. Ez az igazság Megnyilvánul a jó hírben hitből hitbe, azaz ahogy egyre jobban fejlődik az ember a hitében és jut közelebb az igazsághoz, növekszik benne Roakhakodes által a bizalom Elohim felé, illetve az, hogy oda szállja magát és belefekteti az összes energiáját ebbe és rábízza magát Elohimbe, így megjelentetik az igazság, és ez volt megírva már korábban is. Érthető? Ez, amiről beszél, azt mondja, hogy ez amiképpen meg volt írva. Ezek szerint ez már le volt írva korábban is számukra ez az egész, amiről most beszél, hiszen le van írva. Akkor ez nem egy újdonság. Nézzük meg, hogy hol van leírva. Az igaz ember pedig hitből él. Habakuk második fejezet, négyes vers. Az igaz ember pedig az ő hite által él. Ezt szerettem volna megmutatni itt, Rómaiakhoz első fejezetben, most meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan jelenik meg ez a szó a brit a megújult szövetségben. Erre fogjuk rászállni ezt a részt, és a következőben, mivel tudjuk most már, hogy ez a szó, pistez azonos kell, hogy legyen azzal a szóval, amit használt itt Habakuk, hiszen ez az idézet onnan, innen került át oda, tehát látjuk azt, hogy imuná, azaz hűség, megbízhatóság, ez a szó hitet jelent, hiszen, hiszen Saul egyértelművé tette, illetve a többi, a következő versekből meg fogjuk látni, hogy ez egyértelmű, hogy ez az a hit, amiről az úgynevezett kereszténység szól, hogy nekünk már csak a hit kell. Így visszatudunk majd menni a tanákba, tudván a definícióját a brit és megkeressük, a többi előfordulását ott, és meg fogjuk látni azt, hogy ez az egész mindig is a hitről szólt. És ugyanúgy, hogy Habakuk idejében, ugyanúgy nem értik meg az emberek Saul idejében, és ma és az összes többi korszakban közte. Ez a szó pisztész, ez G4102, és ugye annyit tesz, hogy hit 228-szor szerepel a brit hagyosában, -e a megújult szövetségben. És ezt fogjuk tehát megvizsgálni, hogy hogyan is jelenik meg, mi is az, amit ezek az írók, akik összeállították a megújult szövetségnek a műveit, értettek az alatt, hogy hit. A legnagyszerűbb az, hogyha elkezdjük a más siák szavaival, és ez Máté, Jahu Máté 8. fejezet, a tízes vers, ahol előfordul. De meg fogjuk nézni, hogy mit mond a maga a történet, hogy megértsük jobban, hogy mi is ez a hit, ezt valószínűleg mindenki jól ismeri a történetet, mely az ötös versben így kezdődik, mikor pedig beméne Jahusa Kapernaumba, egy százados méne hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Kapernaum egyébként vigasztalás faluja, vigaszfalva, egy Galileai helység a Tiberiasztótól éjszakra Jahusa Galilei tevékenységének. Központja. Ez itt, Capernaum, ugye a Mediterrán tenger partján Izrael központjában. Az én véleményem szerint a százados, aki hozzámegy, az nem izraelita, és egyértelműen ez ki fog derülni a szövegkörnyezetből, de persze erre vannak különböző vélemények legalábbis ezzel kapcsolatban én azt mondom, hogy szerintem egyértelmű, hogy nem izraelita, de a lényeg igazából lehet, hogy nem is ez. És ő így szó, Adonai, az én szolgám otthon gutaütöttem fekszik, nagy kínokat szenved. Mondja neki, Jahusa, elmegyek és meggyógyítom őt. Felevén a százados mondta, Adonai, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek. És mondom az egyiknek, eredj el és elmegy, a másiknak jössz te és és az én szolgálmak tedd ezt, és megteszi. Jahusa, mikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mond az őt követőknek. Bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ugye, ha azt mondja, hogy Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet, Izrael ugye maga a nép, akire utal, feltétezzem, hiszen ekkor Izrael ugye nem létezett, mint, mint ország, vagy királyság már, hiszen két külön királyság volt, és már csak Jahuda, Benjamin, illetve Lévi valamennyi része volt meg, ugye a déli királyság igazából Izrael nem létezett. Azt mondja, hogy még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ez a szó természetesen pisztész. Mindjárt meg fogjuk érteni, hogy miért használja ezt a kifejezés, hogy pisztész. Azt mondja ugye a százados, hogy gyere, hogy gyógyíts meg. Erre ő Jahusa hajlandó lenne meggyógyítani, mondja, hogy elmegyek és meggyógyítom. Azt mondja a század, hogy nem kell, hogy elgyere, hiszen tudom, hogy anélkül, hogy eljönnél, én bízom benne, van bizodalmam benne, meg vagyok győződve róla, bizonyosságom van a felől, hiszek benne, megbízom benned, tudom, hogy képes vagy arra, hogy meggyógyíts úgyis, hogy nem jössz el oda. Ha belegondol mindenki abba, hogy hogy működik ez manapság, alig várják az emberek, hogy valami gyógyszer kapjanak, vagy, vagy orvoshoz menjenek, vagy valamit csináljanak velük, csak hogy meggyógyítsák őket. Ez az ember azt mondta, hogy nem, hogy nem kell, hogy elgyere oda, elég, hogyha csak meggyógyítod innen. Bizonyítván azt, hogy ez a százados tisztában volt vele, hogy Jahusa képes meggyógyítani azt a szolgát, Anélkül, hogy egyáltalán fizikálisan ott lenne. Ezért mondta az Jahusa, hogy ekkora hited van. I. ezt jelentette a hit egyrésztről számukra. A gyógyításai lényegében fizikai megnyilvánulásai voltak egy spirituális, mélyebb értelmű jelenségnek. Nézzük meg a vakok esetét. Ez Máté Jahú 9-es fejezet, 27-es vers így szó. És mikor Jahusa tovább ment onnét, két vak követi őt kiáltozva, és ezt mondta, könyörülj rajtunk Daudnak fia. Egyrészt ugye ők elhitték, hogy ő az, akinek mondja magát. Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondta nekik Jahusa, hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? És mondának neki, igen. Ugye a kérdés az volt, hogy hisznek-e benne? Ez a szó piszteó. Ugyanaz a kifejezés, amit vizsgálunk úgy, mint hit, azaz bíztok-e benne? Elhiszitek-e, hogy én képes vagyok erre? Illeti az ő szemeiket, mondván legyen nektek a ti hitetek, vagyis pisztész szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, és rájuk parancsol a jahusa, mondván meglássátok, senki meg ne tudja. A helyzet nem az volt, hogy egyszerűen meggyógyította őket, hanem azt mondta, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint. Nem egyből meggyógyultak, szükség volt arra, hogy higgyenek benne. Ugyanúgy, ahogy ma az emberek meggyógyulnak, a spirituális vakságból vagy a spirituális halából feltámadnak, a spirituális sükettségből vagy némaságból az ember feltámad, Jahusa másják a szó által, és azáltal, hogy hisz ő benne, megelevenedik az ember, nemcsak, hogy fizikálisan, hanem az ember elméje, a ruach, ami benne van, és utána ugye benne lakik ruák halkodás. Ezt szerette volna ezekkel a példákkal bemutatni nekik, és ez, ez tanítja nekünk is, Ennyi évvel később. Azért mondja azt, hogy a ti hitetek szerint, a ti bizodalmatok szerint, hogy miben bízik az ember a világban vagy benne, a meggyőződése, a bizonyossága, hogy hisz, hogy hűséges, hogy megbízik ebben az egészben, hogy elhiszi az ígéretet, vagy azt a biztosítékot, vagy azt a kezességet, amit vállalt Elohim azok felé, akik az ő akaratát keresik, és az ő akaratát teljesítik. Nem volt elég az, hogy ő ott volt és megillette a személyket, hanem azt mondta, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint. Szükség volt az ember hitére ahhoz, hogy végre tudja hajtani ezt a csodát. Nem mintha nem lett volna képes rá, de a lényeg az volt, hogy az embernek a saját részét bele kellett tennie ebbe. A legnagyszerűbb példa azonban szerintem mégiscsak Máté 15-ös fejezet, ahol szintén egy Izraelen kívüli emberről van szó, ez teljesen egyértelmű. És így szól ez a történet. Elmenvén onnét Jahusa Tírus és Sidon vidékeire tére. Sidon, illetve Tírus nem messze ott van mellette, ez szintén. Ugye ebben az időben az úgynevezett pogányok éltek itt Izrael, azok, akik eltértek már a Jahua útjától, és kiváltak az északi királyság, szétszóródtak, ők azok, akik itt éltek, egyébként ez Kánán földje. És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala neki. Adonai, Deúdnak fia. Azaz ez az asszony is tudja, hogy ki az, aki itt jár. Deúdnak fia, ő tudja, hogy ez a megváltó valahogyan. Könyörülj rajtam, az én lányom ördögtől gonoszul gyötörtetik beteg a lánya, ő pedig egy szót sem felene neki, és az ő tanítványai hozzá menvén kérik valam őt mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Ugye nem volt jahudim, vagy zsidó, vagy izraelita sem, ezért ők nem foglalkoztak vele, hiszen tisztátalannak tartották még azokat az embereket. És itt egy jel azok számára, akik úgy gondolják, hogy Jahusá eljött és egy új egyházat alapított meg, és ez a mai pogány kereszténység, 24-es vers, ő pedig fele, mondva, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Azaz csak Izraelt szeretné egybe gyűjteni. Ez volt az ő elsőleges feladata, a többi nem rá Nem arról van szó, hogy nem kerülhet oda, arról volt szó, hogy a másiák feladata nem az volt. Az majd az utódjainak a feladata, a apostoloknak, vagy a salakimnak, a küldötteknek, és azután a tanítványoknak, és a többi embernek, hogy eljutassa ezt a világba. Az ő feladata az volt, hogy Izraelt visszatérítse az útra. Az asszony pedig odaérvén leborul előtte, mondván, Adonai, légy segítségül nekem. Pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Jelezvén azt, hogy ő nem foglalkozik más népekkel, hiszen ő Izraelért jött, őt nem érdekli, hogy vele mi van, ez nem az ő feladata ebben a pillanatban. Képzelje mindenki a szituációt, és képzelje magát ebben a szituációba, amiben ez a kananeus asszony van. Először is szóba sem áll vele. Annak ellenére, hogy oda megy könyörögve, egy ilyen szituációban, amikor a lánya ugye egy ördögtől gyötörtetik, azután Ugye a tanítványok is mondják neki, hogy hajtsd már el innen ezt. Aztán megmondja neki, hogy ő ne, neki nem ez a feladata, hogy ezekkel, hogy bárki mással is foglalkozzon. Utána egy kutyához hasonlítja, és úgy gondolja, hogy nem is érdemes arra, hogy ő foglalkozzon vele. Ennek ellenére az asszony azt mondja, hogy úgy van, igazad van. Képes-e erre ma közülünk, valaki, vagy hányan képesek erre, ilyen alázatra, és ilyen engedelmességre, és kitartásra megértvén azt, amiről itt szó van. Hogy azt mondja, hogy úgy van, Adonai, igazad van. De hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak, bizonyítván azt, hogy ő hisz, őt nem érdekli, hogy hogy bánik vele, ő elhiszi, hogy ez az egyetlen út, a kanoneus asszony, ő, ez az egyetlen út, és ő hajlandó alázatra, és hajlandó engedelmességre, és bármire, hiszen szeretne csatlakozni ehhez az úthoz. Ekkor, felelte Jahusa, Ó, asszony, nagy a te hited. Legyen neked a te akaratod szerint, és meggyógyul -a az ő lánya attól a pillanattól fogva. Mindezt meg kellett tennie a kananeus asszonynak, hogy bizonyítsa azt, hogy ő ezek ellenére is bízik Jahusában, ő ennek ellenére is tudja, hogy ő a megváltó, és ezt az utat kell járnia, és hajlandó alázatra ezzel bizonyította azt, ami a hit tulajdonképpen bizalom, meggyőződés, bizonyosság vagy bizonyíték, hit vagy hűség, Megbízhatóság, hitelesség, ígéret, biztosíték. Ezek mind-mind a hit definíciói, vagyis részei. Ugyanúgy, ahogy ez az asszony, a vak, vagy pedig a százados, nekünk is bizonyítanunk kell a mi hitünket napról napra, és ahhoz elengedhetetlen az alázat, az engedelmesség és a türelem. Sok más egyéb mellett persze, de ez a történet ezt bizonyította és nagyszerű például szolgál ugye ezentúl mindenki számára, hogy hogyan is kell, kellene nekünk viselkednünk, és mi is a hit valójában. Nézzünk egy példát Mark, vagy Marcos második fejezetből, és így kezdődik ez a fejezet. Napok múlva pedig ismét bemének Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeti nekik az igét. Ugye már itt rögtön meg kéne állni mindenkinek, és megkérdezni, hogy mi is az az igen, minek hirdeti, hogyha egyszer úgyis mindenki kegyelem alatt van, és a törvény el van törölve, hiszen azt nem lehet betölteni. Minek egyáltalán az igét hirdetni? És mi ez az ige, hogyha ezt hirdetni kell? Ő hozott valami újat? Az lehetetlen, hiszen megmondta János 14-15-16-os fejezetben, hogy gyakorlatilag erről szól ez a három fejezet, hogy próbálja elmagyarázni, hogy semmi nem az övé, hanem mind az atyától jön, ő oda megy vissza, onnan jött ki, mi oda megyünk hozzá, ő az ő házába megy, nem hozhatott újat. Akkor mi is ez az ige, amit ő hirdet, és minek hirdetni, hogyha már nem számít semmi? Ez az ige, ez egyébként logosz, amiről szintén volt szó már rengetegszer, ez írás, írásmű, vagy írás, ige, nagybetűvel a Lego kifejezésből, mond, beszél, szól, gondol, kijelent, elbeszél, parancsol, ez mind-mind ez. Hogyha megnézzük a szót, a görög-héber összevetésben láthatjuk, hogy ez dabar, mint a tíz dabarim, azaz a tíz parancsolat, többek közt, vagy mitzva, mint parancsolat. Elohim szava, ez az, amit hirdetett nekik. Minek hirdette, ha erre már nincs szükség, csak hitre? Azért, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Rómaiakhoz írt levél 10.17. Ezért volt szükség az igére, és ezután jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akik, akit négyen emelnek vala, és mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a ma háznak fedelét, ahol ő vala, rést törvén leereszték a nyosóját amelyben a gutaütött feküdt. Ezek az emberek szó szerint lebontották a házat csak azért, hogy odaférkőzhessenek hozzá. És ha, ha belegondolunk abba, hogy ő volt a szó, nyilván ő hirdette ezt a szót nekik, ami Elohim, vagyis alapvetően Jahua az atya szava, ezek az emberek olyan elszántak voltak, hogy felvitték ezt az ágyat a háztetőre, kibontották a tetőt, és leeresztették oda hozzá. Jahusa pedig azoknak a hitét látván, magyarul a hitet látni kellett. Nem volt elég ülni, mondogatni, hogy én hiszek, és én kegyelem alatt vagyok, és én rendben vagyok, hanem ő látta azt, hiszen a hit cselekedetekben nyilvánult meg. Jakab egész második fejezet erről beszél, de egy János második fejezet, vagy az ötödik fejezet szintén ezt taglalja. Látszott, hogy hisznek, hiszen a cselekedeteikkel elárulták azt. Ugyanúgy, ahogy a kanoneus asszony, ugyanúgy, ahogy a százados, a vak mindegyik a cselekedeteivel elárulta az ő hitét. Így a kettő kéz a kézben járt, de nem a cselekedetei miatt gyógyult, nem azért gyógyult, meg, mert odament és leeresztette, hanem azért, mert hit benne. És így szól neki, fiam, megbocsátattak neked a te bűneid. Így még tovább! Tudunk haladni, és látjuk azt, hogy a bűn az fizikális problémákban fog megnyilvánulni, mint ahogy meg is nyilvánul. A legtöbb ember ezt nem hiszi el, és ez sajnos így van. A, a bűnnek van egy fizikális következménye, hiszen ha Yahua ha, ha Elohim leveszi rólunk a kezét, akkor az ellenség rögtön ott van, és ő el fogja pusztítani az embert. Az atya pedig hagyja ezt, hogy felébresze az embert, és megértesse vele, hogy mi az, amit cselekednie kell. Így látjuk azt, hogy szükség volt az igének a hirdetésére, az emberek cselekedeteire, az emberek hitére, és csak ekkor bocsátattak meg az ő bűnei. Az embernek hallani kell az igét, cselekedni kell, hinni benne, és ezután fog csak megváltozni az élete. A hit természetesen itt is pisztész, bizalom, meggyőződés, bizonyosság vagy hit, hűség, megbízhatóság, hitelesség, ígéret, biztosíték, vagy kezesség. Ez mind-mind ez a szó, amit itt hitnek hív. Egy érdekes dolog történik ez apostolok cselekedetei hatos fejezet. Ugye arról van szó, hogy kijelölnek a mindennapi szolgálatra embereket, hogy az apostolok tudjanak foglalkozni az ige hirdetéssel, és ez után az ötös vers így folytatja. Tetszik e beszéd az egész sokaságnak, kiválaszták Istvánt. István ugye Stefános, mint koszorú, aki hittel, Pisztész, és ruak halkodássel teljes férfiú vala, azaz bizodalommal, meggyőződéssel, hittel, hűséggel biztosíték, ígéret, ő mindent elhitt, azokat az ígéreteket, melyet Elohim tett, és a ruhak halkodását -e teljes férfiú vala, és még néhány másikat, őket állatának az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket rájuk veték. Ezeket választották ki, hogy foglalkozzanak az ottani közösséggel. Hetes vers így folytatja. És Elohim igéje növekedék visszatértünk ugyanoda, ahol az elő voltunk. Elohim igéje ismét csak előkerült, és ez az, ami növekedett. Elohim igéje nem más, mint a logosz. Azért növekedék, mert ők ugyanazt csinálták, mint a másiák. Hirdette nekik az igét, ezáltal lett hitük, így növekedett a hit, és így növekedett az ige, és így Amint látjuk, sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben és a papok közül is, és nagy sokan követik a hite. Kellett Elohim igéje ehhez. A tanítványok, ugye, mathétész, tanítvány, életmódként, aki mestét rabbiát követi, vele él és tanul tőle. Tanulni, felfogni, megtudni, megérteni. Hogyha megnézzük a Héber verziót, akkor az jadá, mint tudás, vagy tanulni, lamád, mint vezetés, vagy tanítani. Érthető, hogy a hit nem egyszerűen számukra valami olyasmi volt, hogy ültek, hátat döltek, aztán mondogatták, hogy ők hisznek, meg ők kegyelem alatt vannak. Ehhez szükség volt Elohim igényére, amit ők hirdettek, így növekedett az emberekben a hit, úgy, hogy még a papok közül sokan ők is erre az útra rálé. És csak ezek után Stefanos vagy István pedig teljes lévén a hittel, ugyanúgy, ahogy ezek az emberek itt, az ige által, és erővel nagy csodákat, jeleket cselekszik vala a nép között. Ez az erő egyébként ugyanaz a dynamis, vagy pedig, ha visszamegyünk, dynamai, ami ugye Elohim hatalma, ami a jó hír minden hívő számára hitről hitre. Ugyanaz a szó, ugyanaz az erő az, ami megvolt Stefánoszban, vagy Istvánban, ugyanaz a hit, amiről beszélt ott Saul, minek hatására? Az igének hatására, ugyanúgy, mint ahogy Róma 10.17, ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igé Ez az, ami a szemünk előtt zajlik nem csak itt, hanem a krónikákban, amik a másiák életét dolgozzák fel, ugye a jó hír, Máté, Márk, Lukács, János, és utána az apostolok cselekedetei, és utána láthatjuk, ahogy a korai gyülekezet fejlődött. Meg szeretnék mutatni valamit, hogy mi történt Istvánna azok kedvéért, akik még esetleg nem értik azt, hogy ezek az emberek nem csak a hitre hagyatkoztak, hanem tudták, hogy az Ige, a Tora követése elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember eljusson az útra, Jahua útjára és onnan az atyához a végé. 9. vers előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokének, Ciréne beliekének, Alexandria beliekének, és a Cilíciából és Ázsiából valókének neveztetett, akik Stefánosszal vagy Istvánnal vetekedtek vala. Íme a terület, amiről szó van, ez ugye Ázsia vagy Kis-Ázsia, itt van Szilícia, ez mind a mai Törökországnak a része, hogyha aki követi az eseményeket az igazi Izrael sorozatban, akkor erről ott részletesen szó van Antiochia, Názáret, Jeruzsálem, ez a terület, amiről beszél. Ezek nem értettek egyet Istvánnal, ez a legfontosabb itt. De nem állhattak ellene a bölcsességének és a ruáknak, mely által a szól vala hiszen ő elmondta azt, ami le van írva, így nem tudtak vele vetekedni. ugyanúgy, mint ahogy ma is. Valaki nem ért egyet ezzel, van, aki azzal, azonban a tény tény marad, hogy ami le van írva, azzal nem lehet szembeszállni, hiszen az írás az egyetlen dolog, ami által el tudunk jutni az atyához természetesen a ruák illetve az ember hite az, ami segíti az úton, azonban az írás az alapvető fontosságú, hiszen a hit hallásban, a hallás pedig Elohim igéje által. 11. -es. Akkor felbújtottak valami embereket, azaz beszéltek ezekkel az emberekkel, hogy hazudjanak. Felbújtani, alátes, sugal, felbújt. Megegyeznek abban, hogy ők hazudni fognak. Mint egy hamis tanú. Mi, hogy mit mondjanak? Azt mondják, hogy hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és Elohim ellen. Akkor, hogyha hamis tanúkra volt szükség, hogy azt mondják, hogy Mózes és Elohim ellen szólt, akkor valójában nem szólt Mózes ellen. Akkor hogy lehet az, hogy egy apostol vagy egy tanítvány, aki terjeszti ezt a hitet, aki teljes a hittel, akiben benne van a Ruach Hakodes, akiben az erő benne van, ami elohim származik, csodákat, jeleket tesz. Nem szól Mózes törvénye ellen és Elohim ellen. Akkor ő nem fogta fel, hogy most már kegyelem alatt vagyunk, és ilyen garázdaság folyhat, vagy pedig hazudik, és nem akarja megosztani az emberekkel. Vagy nem úgy van. Mert minek akkor hamis tanú? Hogyha amúgy is ezt csinálná, akkor ezek szerint nem ezt csinálja. Látjuk, hogy nem ezt csinálja, hiszen ott van, hogy Elohim igéje az, ami növekszik. Mózes pedig nem más, mint Elohim igéjének a része. Hiszen a Brit a megújult szövetség, az úgynevezett új, új szövetség, az nem Elohim igéje, hiszen az nem létezett ekkor. Úgyhogy nem beszélhetnek arról. Ezek az emberek, akik hazudnak, felzendíték a népet, a véneket, az írástudókat, és rárohanván magukkal ragadák őt, és vivék a tanács elé? Ugyanezt tennék ma is, hogyha nem lenne még valamiféle rend a világban. Azaz már mindenki ellene van, és állítanak hamis tanukat. Azaz hamis tanukat kellett állítani, hogy azt hazudják, hogy ez az ember nem szűnik meg káronló beszéleket szólni e szent hely ellen, és a törvény ellen. A törvény pedig nem más, mint nomosz, a törvény, nagybetűvel a mózesi törvény. Rendelkezés, hagyomány, szokás, törvény, a mózesi törvény. Akkor minek kellett nekik hamis tanú? Ha már úgy is, ezek az kellett volna, hogy hirdessék, amit mi kereszténységként ismerünk ma. Ami effektíve káromló beszéd a szent hely ellen, a törvény ellen, Mózes ellen és Elohim ellen így ha hamis tanú kellett, akkor ezek szerint ez az ember még mindig a törvényt hirdette, még mindig mózes hirdette, csak egy más megközelítésből. Hittel hirdette Elohim igéjét. Ugyanazt tette, mint az összes proféta, az emberek pedig akkor is, ugyanúgy, mint ma, nem értették, mert nem akarták megérteni. 14. Mert hallottuk, amint azt mondál, hogy a názareti jahusa ezt a helyet elrontja, ugye a szent helyet, erre gondoltak, megváltoztatja a ceremóniákat, az áldozati rendszert, azt a mosakodás, meg mindazt, ahogyan az emberek eljuthattak jahuához az áldozaton keresztül, melyeket adott nekünk mose. Nem azt mondták, hogy ő azt mondta, hogy nincsen törvény. Nem arról beszéltek, hogy jött ez az ember, és azt mondja, hogy mostantól úgy élünk majd, mint az állatok, és ilyen garázda életmód folyik majd, meg, meg, mindenki megy a saját feje után. Az ő problémájuk az, az volt, mint ahogy úgy is lett, hogy megmondta Jahusa, hogy le fogja rombolni ezt a helyet, és meg fogja változtatni a rendszert, hiszen ez a rendszer nem működik, mivel az, ez emberek, akik részt vettek benne, korruptak lettek, és megrontották ezt az egész rendszert. Így eltörli ezt a fizikális rendszert, és eljön a fiú, aki megmutatja, hogy hogy kell ezt élni, elküldi ruakhakodást, és az fogja vezetni az embert, és nem kell már egy papi rend, hogy közvetítsen a főpap, illetve az ember között, hanem mi személyesen tudjuk ezt csinálni. Nem arról van szó, hogy nincsen törvény, hiszen ezt nem állította István. Ceremóniákról van szó, és a helyről van szó, a fizikális részéről van szó. A törvény, a tora az egy másik dolog. Meg fogjuk látni egyébként, hogy a törvény is hitből van. Mindenki valószínűleg ismeri ezt a történetet is, apostolok cselekedetei 26, amikor Saul találkozik a másiákkal. És ez pedig, ugye mindenki a földre zuhan, a nagy világosságot látják, és 14-es versben így szól Jahusa. A zsidó vagyis Ebraiz Héber nyelven. Héber külső túlsó terület, vagy onnan megtért. A Héber kifejezés Eber, ez pedig ugye Héber magyarul. Szóval a kérdés az, hogy a másiák az miért Héberű beszélt, miért nem azt mondta, hogy Pál, Pál, miért azt mondta, hogy Saul, Saul? Ezek szerint nem görögül beszél. Sőt, nem is arámió. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugozni. Azaz miért harcolsz ellenem? Mi, mi az, amit te szeretnél elérni azzal, hogy, hogy ugye írtja a követői? Én pedig mondik, kicsoda vagy Adaná, és mondja, én vagyok a húsa, akit te kergetsz. Kelj fel a lábaidra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgálva és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Azaz, ami történt veled, történik most, és ami a jövőben történik, te leszel egy szolgát te fogod ezt terjeszteni, egy bizonyság leszel, hogy kinek, azt is elmondja természetesen, megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a satánnak hatalmából Elohimhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltetettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Akkor a pogányok meg kellett nyitni a szemét, hiszen vakok voltak, nem látták, hogy mi az, amiben élnek. Ugyanúgy, mint mi voltunk, vagy a világ legnagyobb része, mind a mai napig az. Meg kell nyitni a szemét. Kinyitja meg a szemét? Jahusá, ha másják, ki az? A szó. Maga a szó az, aki megnyitja az emberek szemét. Így az emberek a világosságra el tudnak jönni. A sötét világosság szemben áll, beli áll. Vagy a Husa, vagy a világ, és Elohim, vagy Satán hatalma, és Elohim hatalma meg kell térni, ugye? Elohimhez, Episztrefó, oda fordulni, eltérülni, visszatérni, megfordulni, azaz irányt kell változtatni. Az ember nem élhet ugyanúgy, és mondogathatja azt, hogy én kegyelem alatt vagyok, vagy csak hinnem kell, ha ugyanúgy él. El kell fordulni arról az útról, ahol járt. Hogy lehetne a Tora? sötán hatalma. Hogy lehet ilyen ostoba dolgot képzelni, hogyha ha én megpróbálok azt szerint élni, amit az atya mondott, az, az sötántól jön. Mikor a kezdetektől fogva azon dolgozik, hogy a torát eltüntesse a föld színéről, és már majd, hogy nem sikerül. Mindent, ami abban a könyvben le van írva, a tanákban, az Ószövetségben mindent meghamisított, hazudott mindenről, az egészet megpróbálja kitörölni az emberiségnek a tudatából, ennek ellenére az emberek még mindig nem látják. Hogy bűneiknek bocsánatát, minek akkor bűnbocsánat, ha utána tovább fogok bűnben élni? Miféle bűnről van szó egyáltalán, hogyha ha már semmi nem számít. Ha mindent lehet enni, minden ünnepet lehet csinálni, bárhol lehet öltözni, beszélni, mindent lehet csinálni, akkor mit kell megbocsátani, ha utána folytathatom tovább úgy, mint egy állat? De egyébként itt a bűn, hogyha valakit érdekel, hamartia, tévedés, hiba, vétek vagy bűn. Eltéveszt, elvét, elhibáz, eltéveszti a célpontot. Ha megnézzük a hébert, akkor ez a kifejezés hatá. Úgy, mint eltéveszteni a célt. Úgy, mint a céltáblát elvéteni. Mint a torát, ami egy jel, mely rögzíti a vezető kinyilatkoztatását, ezt a jelet elvéteni. Ez az, amiről beszél itt is, mint ahogy mindig. Azt akarja valaki mondani, hogy én bűnös voltam, hiszek, így megtisztulok, és élhetek ugyanúgy tovább, ahogy addig. Néhány dolgot megváltoztatok, azon kívül mindent megszegek, ami le van írva, nem is olvasom, nem is érdekel, csak mondogatom, meg énekelgetek, és én a végén jól leszek, mert én azt nem tudom elhinni. Megbocsátja a bűneit, úgy, hogyha megtér az ember, kinyílik a szeme. Eljön a világosságra, megtér arra az útra. Hogy tér meg másképp az ember? Elohim ez, ha nem úgy, hogy követi azt, amit ő mondott. Utána megbocsátja a bűneit, és utána szenteltetik meg. Mit jelent a megszenteltet? Hagiádzó. Ugyanaz, mint a Kodes. Megszentel. Elohimnek elkülönít. Kodesnek tekint. Így bánik valamivel. Hagiosz. Ha megnézzük, sajnos itt nincs itt, de megszentelt, hogyha az angolt néz, ugyan ezt fogja mondani. Fizikálisan tiszta, morálisan hibátlan, tökéletes, hibátlan, tiszta, Elohimhez méltó. Hogy lehet valaki tiszta úgy, hogy össze visszaeszik mindent, amire azt mondta Jahua, hogy az egy útállatosság, és utána megmondta, hogy ő nem változik. Megmondta, hogy Jahusa Hamásiák az ugyanaz most, ugyanaz volt, és ugyanaz lesz mindörökké. Mikor megmondta, 3 Mózes 11.44-ben, hogy legyetek szentek, mint ahogy én Jahua szent vagyok. Utána ezt idézi Péter az ő levelében. Hogy lehetne az ember szent, ha nem tudja, hogy mi az, ami, az, az, mi az a módszer? Hogyan lehet az ember szent, ha nem jár utána, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy szent? És ez az egész a hit által van. Kiben? Ő benne. Ki volt ő? A másiák. Ki volt Jahusa? az atya szava. Ha valaki hisz a szóban, hogy az úgy van, bízik benne, meg van győződve arról, hogy az az ígéret, ami ott elhangzik, az a biztosíték, az a kezesség, amit az atya vállalt, az a szerződés, mikor megmondta, hogy ha így élsz, eljutsz hozzám, aki ebben hisz, aki bízik ebben, aki hisz, aki hűséges ehhez, az lesz az, aki mindezeket a dolgokat véghez tudja vinni. Úgy, hogy megváltozik fizikálisan és spirituálisan. A hite által tisztul meg, amit utána a cselekedetei fognak követni. Máté 23, Máté 23-as fejezet elmondja, hogy mi volt a probléma a farizeusokkal és az írástudókkal. Ellentétben a tudatlanok közhiedelmével a probléma nem a tora volt, soha nem a tora volt a probléma. Az egy borzasztó hozzáállás azt mondani, hogy ezek törvénykeztek, és az volt a probléma. Hogy olvashatja el ezt a fejezetet valaki, és juthat erre a következtetése, az egy rejtély számomra. Mikor eleve, ahogy kezdődik, világossá teszi, hogy mi az, amiről beszél. Így tanítja őket. Az írásodok és farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amint parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok, és megcselekedjétek. Akkor, ha azt parancsolja a másiák, hogy nem lehet ezt érteni? Ha azt mondja, hogy amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok, és megcselekedjétek. Hogy lehetséges az, hogy ez, ez, ez csak úgy elsiklik az emberek ö, tudatában valahova? De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Amit mondanak, azt csináljátok meg. Miért? Azért, mert ők Mózes székében ülnek. Azaz a törvényt beszélik nektek. De mi a probléma? Az, hogy ők nem úgy cselekszenek. Miért? Mert ők mondják, de nem cselekszik. Kik azok, akik még ilyenek? A keresztények. Ők mondják, hogy ők a másért követői, de nem úgy élnek. Ugyanolyanok, mint a farizeusok. A farizeusok más mondtak, de ugyanúgy nem cselekedték. Érhető? Ez egy rejté, ez egy, egy, ez egy örök rejté lesz, hogy, hogy ez hogy nem világos az emberek számára. Ők azok, akik a terheket az emberekre rólják, de ők maguk nem csinálják. Ők minden csak a látszat kedvéért csinálják: a homlokszíjat, ugyanúgy a rojtokat a ruháikon, a lakomákon a főhelyeket, a legelső székeket, a piacokon a köszöntést, elvárják, hogy őket úgy hívják, ugye, hogy Mester, de egyébként ez itt Rabi úgy köszöntsék őket. 13. vers. Jaj, nektek képmutató írástorok és farizajusok. A képmutatás a probléma, nem a tora. A tora soha nem volt probléma. A tora az, aki mondja ezt nekünk most, megjelent itt emberként, és elmondta, hogy mi van. Ez hypokritész. Hipokrata. Színész, szerepjátszó, képmutató. Aki tette, aki színle, aki úgy csinál, mintha valami lenne, de nem az, mint a keresztények. Olyan, mintha a követője lenne, de nem az. Mondja, de nem csinálja. Ezek az emberek bezárják a mennyeknek országát az emberek előtt, mivel, hogy ők sem mennek be, így ezért nem engedik be a többit sem, mint a keresztények. De ők sem mennek be, hiszen nem úgy élnek. Mondják, de nem úgy cselekszenek. Jakab második fejezet, 1 János 2, 1 János 5, mind arról beszél, hogy cselekedetek nélkül nincsen megváltás. Megigazulás sincs, hiszen az ember nem tud megigazulni, ha nem él utána tisztán. Lehet, hogy megigazult addig, ha azonban utána folytatja a bűnös, tisztátalan, utálatos életet, akkor ugyanoda kerül vissza. Így a cselekedet nélkülözhetetlen. Az igazolás hitből van, az azonban utána cselekedetekben nyilvánul meg. Mi volt a probléma, felemészítek az özvegyek házát? Színből hosszan imádkoztok. Egy pogányt zsidóvá tegyetek, vagy jahudímmá azért megkerülitek a tengert, és amikor azzá lett, utána a gyehenna fiaivá teszitek őt, kétszer, te inkább magatoknál, mint a keresztények. Kimennek az utcára, elmennek a világ végére, hogy megtérítsék az embereket, és aztán egy újabb hazugságba beleviszik egy másikból, hogy azt csinál, amit akar. Mit magyaráz neki el, hogyha egyszer azt mondja, hogy kegyelem alatt van, és szinte bármit ugyanúgy tehet, mint addig. Ezután elmagyarázza a példákon keresztül, hogy hogyan nem értik azt, hogy mi a különbség a fizikális és a spirituális között. Ugyanúgy, mint ma a keresztények meg a világ túlnyomó többsége nem érti. Ez számunkra a lényeges a 23-as vers. Most már érti mindenki, hogy nem a toráról beszél, a probléma az, ahogyan ezek az emberek hozzáálltak ehhez. Jaj, nektek képmutató, hypocritész, képmutató írásodok és farizeusok. Mert megdésmáljátok a mentát, a kaprot, a köményt, azaz a fizikálisat elveszik, arra koncentrálnak, mint ahogy eddig is láttuk, hogy mi zajlik a fizikális, hogy mit látnak az emberek, hogy hogyan cselekszenek ők, hogy mutassák, hogy ők mennyire szentek. Ez a probléma. Ezeket a dolgokat megértik és elfogadják. De mit csinálnak? Elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. Miről beszél? A törvényről. Nem arról beszél, hogy a törvény egy probléma, Arról beszél, hogy részeit elhagytok. Elfeledkeztek a törvény részeiről. Nem arról van szó, hogy a törvény rossz, nomosz, a mózesi törvény, a tora, hogyha megnézzük, dabar, kukáb, micvá, mispát, tora, mind-mind a mózesi törvényre utal vissza. Nem a törvény a probléma, az, hogy képmutató az, hogy elhagynak belőle részeket. Mik ezek a részek? Ítélet, irgalmasság, hit. Ezek szerint a törvénynek része a pisztész, azaz a hit, amit mindig is vizsgáltunk. Úgyhogy az, aki azt mondja, hogy a törvény az csak a test, ez csak törvénykezés, de nem érted a lényegét az egésznek, itt van a másiák. Elmagyarázza azt, hogy a törvényben nehezebb a hit, mint az összes többi része. És az ítélet, Kriszisz, megkülönböztetés, különbségtétel. Nem olyan ítélet, mint a tudatlanak, amiről beszélnek, hogy oh, ne, nem ítélhetsz meg engem. Hogy ne lehetne már az embert megítélni. János 7.24 elmondja, hogy ne ítéljetek a külső után, hanem ítéljetek igazságos ítéletet. Akkor ezek szerint lehet ítélkezni. Amiről ez beszél, az egy megkülönböztetés, egy különbségtétel. Egy igazságos különbségtétel, egy döntés. Jó-e ez a dolog, vagy sem? Merre induljak el? Mi, mi az, amit tennem kell? Krió, az alapszó, annyit tesz, hogy szétválaszt, vagy megkülönböztet. Nem az az ítélet, amiről a tudatlanok beszélnek. Ez egy megkülönböztetés. Egy ítélkezés ez alapján. Egy vélekedés, előnyben részesíteni valamit, egy döntést meghozni, törvény előtt felelősségre vonni. Érthető, amiről beszél? de megmutatom, hogy mi az, amit meg, esetleg az angol más mond, de ugyanazt mondja, rendesen megkülönböztetni, eldönteni, vagy ö, mentálisan, vagy pedig úgy, mint a bíróság előtt, megpróbálni el, meg valamit, vagy megbüntetni valamit vagy valaki. Arról beszél, hogy mérlegelni, egy döntés hozni az alapján, hogy ez a törvény, és meghozni egy döntést, elválasztani a jót a rossztól a törvény által. Erre az ítéletről beszél. Mindaz, amit ma nem csinálnak az emberek, mert azt mondják, hogy mindent lehet. Nem ítélkeznek a saját életükben, nem próbálják meg eldönteni azt, hogy most ez jó vagy rossz, csak egyszerűen nem lehet senkinek már semmit mondani, mert az mind ítélkezés. Arról beszél, hogy az ítélet az része, amit ő elvár. Az ítélettel kéz a kézben jár az irgalmaság. Az, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hibáztál, mindannyian hibáztunk már, próbáljuk meg újra, megértettük, hogy szeretnéd az utat járni, adunk egy új lehetőséget. Ez az irgalmaság. A lényeg azonban az, hogy a hit, a pisztész az része, a törvény nem csak hogy része, hanem az egy nehezebb része úgy nehezebb, mint súlyosabb, erősebb, tekintélyesebb, azaz fontosabb. Úgyhogy ha valaki azt mondja ezek után, hogy a törvény és a hit az két külön dolog, az nem értette meg azt, amit a másiák üzet, A másiák azt mondta a Jahusa, hogy ez nem hogy a kettő két külön dolog, a hit az a törvénynek a súlyosabbik, fontosabbik része. Tekintélyes, azaz tekintélyes része a törvénynek. Nem arról beszél, hogy nehéz fizikálisan, arról beszél, hogy fontosabb, nagyobb súlyjal nyom a latba. Tekintélyesebb része. De hogyha megnézzük, hogy mit mutat a Héber, és megnézzük mondjuk az elsőt, ami ennek a szónak a megfelelője a Héberben, mint a Jachir, akkor látjuk azt, hogy tiszteletre méltó, hatalmas, dicsőséges, kemény, bonyolult vagy nehéz. Azaz ez egy tiszteletre méltó része ennek a törvénynek. Egy dicsőséges része a hit maga. Ez egy fontos része a törvénynek. Chabed, nehéz vagy súlyos. Tisztesség, megtisztelni, megbecsülni. Mint amikor Elohim keze valakire rá nehezedik. Ez a kabéd. Tisztelni valakit, megtisztelni valakit. Elnehezít, úgy, mint, mint, maga az atya a jelenlétével az emberre rá nehezedik. Nem úgy, hogy ez egy teher, hanem úgy, mint egy tisztelet, vagy egy ilyen, egy félelem felé. Erről beszél, mikor azt mondja, hogy ez egy nehezebb része. Nem az, hogy ezt nehéz megcsinálni. Arról beszél, hogy ez egy fontosabb része. Ez a lényege. A hit. Mond ezután azt mondja, hogy csak ez számít, és semmi más nem kell csinálni? Nem, hanem azt mondja, hogy pedig ezeket kellene cselekedni. Azaz ezek szerint, Poéo, tenni vagy cselekedni valamit. Okozni, eredményezni, kelteni. Fizikálisan csinálni. Mit? Az ítéletet, az érgalmaságot és a hűséget? Csak ezeket. Nem, hanem amazokat. Sem elhagyni csinálni a törvényt, ami le van írva, és gyakorolni azt igazságos ítélettel, irgalmassággal és hitben. Szeretem volna ezeket megmutatni, mert úgy gondolom, hogy a jövőben így egyszerűbb lesz mindenki számára az élet, és biztos vagyok benne, hogy mindazok, akiket rakodás vezet, azok ezt meg fogják érteni. És amikor a világgal beszélünk, akkor meg fogja könnyíteni a dolgunkat, hogyha el tudjuk nekik magyarázni azt, hogy mi is a hit valójában. És közülük, akiket az Atya hív, azok meg fogják érteni. Nem azért, mert én azt mondom, vagy mert én azt akarom, vagy mert én törvénykezem, hanem azért, mert ez az, amit az írások mutatnak. A másik kérdés az viszont fontosabb, és az pedig a más siát teszi föl Lukács, Lukács 18-as fejezet 8-as versben. És érdemes mindenkinek átgondolnia azt, hogyha a hit valóban csak annyi, hogy mondogatom, kiválogatok néhány rendeletet, amit én úgy gondolom, hogy az benne van az új szövetségben, és az fontos, és azok szerint élek, de amúgy kegyelem alatt vagyunk, és teljesen mindegy, hogy mit csinálunk nagyjából, így él az egész világ. 2,5 milliárd keresztény így él, a világ többi része is így él, megy a saját feje után. Ha csak ennyi lenne a hit, pisztész, a meggyőződés, a bizalom, a hűség, az, az az ígéret, ami Elohimtől van, a szerződés, az a kezesség, amit ő vállal azokhoz, akik az ő gyermekei. Ha csak ennyi lenne a hit, akkor miért kérdezi azt, hogy mindazáltal, azaz mindenek ellenére, amiket mondott, az emberek fia, amikor eljön, mikor visszatér, és itt lesz, hogy megítélje a földet. Talál-e hitet e föld? Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja és shalom.